A megemlékezés alkalmi műsorral kezdődött. Ladisics Nóra Fehér Ferenc Aranykacsa című versét szavalta el. A költészet az fontos szerepet játszik az életemben. 18 éves vagyok, és minden évben szavaló versenyeken részt is vettem, minden évben más verssel. Szeretek tanulni verseket, szeretem olvasni őket. Fehér Ferenc művei olyanok, amelyeket érdemes újraolvasni, mondta az eseményen Virág Gábor, a Fórum Könyvkiadó Intézet igazgatója. A kultuszépítésnek nagyon fontos mozzanata az, hogy legyenek egy olyan helyszíneink, olyan alkalmaink, amikor az irodalmat, illetve magát a költészetet érdemeljük, és hát emellett nagyon fontos az is, hogy magával az életművel, illetve az életművekkel is szakszerűen tudjunk foglalkozni. Vicsek Anna Mária, a VMS Újvidéki Városi Szervezetének elnöke elmondta, hogy a költőről elnevezett téren minden évben meg szeretnének emlékezni a jeles napról. 10 évvel ezelőtt volt az, amikor a Vajdasági Magyar Szövetség kezdeményezte, a városi szervezete kezdeményezte a szobornak a felállítását, ezt véghez is vittük, és azt hiszem, hogy ez egy jelzés a város számára, hogy fontos embereinket kiemeljük, és fontos embereinknek figyelmet szentelünk. Fehér Ferencnek életében 22 könyve jelent meg. Számos magyar folyóiratban publikált. Emellett az Újvidéki Rádió, később pedig a Magyar Szó munkatársa is volt.